Érdemes megvásárolni az éves autópálya matricákat, amelyek január 1-től 2025. január 31-ig érvényesek. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy e-matrica vásárlásakor minden esetben még a fizetés előtt ellenőrizzék a vevők az általuk megadott adatokat, így például a rendszámot, a felségjelzést, a díjkategóriát és a vármegyei matrica vásárlásánál a vármegyét. A 2024. január 1-től érvényes országos éves autópálya matricáért személy gépkocsik esetében 57.260 forintot kell fizetni, az eddigi 49.190 forint helyett. Az éves vármegyei matricák ára pedig 6.660 forintra nőtt 5.720 forintról. A Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT oldalán közzétett díjtáblázat szerint jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára. A személy gépkocsik esetében D1 díjkategóriában a havi matrica ára 10.360 forintba kerül a tavalyi 8.900 forint után. Fontos információ, hogy február 1-től az eddig autópálya matricával közlekedő autóbuszok is átkerülnek a használat arányos Hugo útdíj fizetésre. A változtatással uniós kötelezettségnek tesz eleget Magyarország. 2024-től hazánkban is be kell vezetni az egynapos autópálya matricát egy EU-s előírás miatt. A bevezetés határideje 2024. március 25-e. Március 1-től lesz elérhető a 24 órás autópálya matrica nálunk is, és 5.150 forintba kerül majd.